Több robbanás is hallatszott péntek reggel Kijevben, miután a hatóságok országos légiriadót rendeltek el. Vitali Klitschko polgármester felszólította a lakosokat, hogy maradjanak a légvédelmi óvóhelyeken. Kijev városvezetése szerint a légvédelem működik, a légierő pedig arról számolt be, hogy Oroszország hiperszonikus rakétákat lőtt ki Kijev térségére. Robbanások a városban, maradjanak az óvóhelyeken, írta Klitschko a Telegramon. Elmondta, egy lezuhant rakéta darabjai a város egyik gyermekkórházának területére zuhantak, de nincsenek sebesültek és károk sem keletkeztek. A Reuters újságíró is robbanásokat hallottak a fővárosban, de a pontos helyszínt nem tudták azonnal ellenőrizni. A Szuszpilne országos televízió robbanásokról számolt be Vinnyica és Chmelnyicki középső és nyugati régiójában. Egy chmelnyicki tisztségviselő szerint a térségben a légvédelem működött. Joe Biden amerikai elnök pótlólagos 13 milliárd dolláros keretet kér a Védelmi Minisztériuma számára az ukrajnai katonai támogatás céljaira, valamint 7,3 milliárd dollárt a Külügyminisztériuma és a Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége számára, ami további humanitárius és gazdasági támogatást tenne lehetővé Ukrajna számára. Tavaly novemberben az elnök 37 milliárd dollár ukrajnai támogatás jóváhagyását kérte a kongresszustól, amely akkor ennél nagyobb összeget, 48 milliárdot szavazott meg. Az a keret mintegy 9 hónap alatt elfogyott, ugyanakkor a Biden kormány szerint az ukrajnai ellentámadás további segítséget igényel, mert a harcok miatt a készletek nagyon gyorsan elfogynak. Júliusban John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs koordinátora úgy nyilatkozott, hogy a Fehérház nem habozik majd pótlólagos támogatásért a törvényhozáshoz fordulni, ha elfogy az idei évre szánt Ukrajna keret. Hétfőn Anthony Blinken külügyminiszter Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszterrel egyeztetett részben az amerikai támogatás folytatásáról, részben az elhúzódó ukrán ellentámadásról. Szerhij Cserevati, az ukrán hadsereg keleti parancsnokságának szóvivője, a Politico című lapnak nyilatkozott az orosz támadásról, amely a Harkivi területen található Kupjanszk térségében indult nemrég, és amely miatt akár 11 ezer civil lakost is evakuálhatnak a területről. Az oroszok azért akarják elfoglalni a Harkivi területet, hogy bosszút álljanak az ottani tavalyi vereségükért. De mi készen állunk, ismerjük a terveiket, erős védelmi vonalat építettünk ki, ráadásul az oroszok egy olyan sereggel néznek ott szembe, amelyet az egyik legtapasztaltabb tábornokunk, Olekszandr Szirszkij vezet, mondta a szóvivő. Olekszandr Szirszkij az ukrán szárazföldi haderő parancsnoka is, és tavaly ősszel nagy szerepe volt abban, hogy Ukrajna szinte az egész Harkivi területről ki tudta szorítani az orosz csapatokat egy gyors, meglepetésszerű offenzívával. Közel másfél éve tart az orosz-ukrán háború, és még mindig nem látszik a vége. Milliók menekültek el az országból, több százezren pedig belső menekültekké váltak. Ebben a humanitárius helyzetben kiemelten fontos, mindennemű támogatás a bajba jutottak számára. Az ő ellátásokban több magyar segélyszervezet is folyamatosan részt vesz, de kiemelt szerepet vállal a Humanitás Szociális Alapítvány is, mely a háború első napjaiban bekapcsolódott a civilek megsegítésébe Ukrajnában, illetve a Magyarországra menekültek esetében is. Közvetlenül Ukrajnába küldtünk tartós élelmiszer adományokat, gyógyszeradományokat. Másrészt az Ukrajnából ide szoruló ukrán családok elhelyezésében vállaltunk szerepet az OTP Bankkal együtt működve. Ezek a családok az ukrán leánybank munkatársainak családjai, akik a háború elől menekültek hazánkba. Az ő elszállásolásukat az OTP Bank szállodáiban oldottuk meg első körben, de miután tartósan itt kellett maradniuk, ezért az ő ellátásukat mind fizikailag, mint mentálisan támogattuk pszichológusokkal, mentálhigiéniai szakembereknek a bevonásával. A Fogadj örökbe egy lakást kezdeményezés pedig még szélesebb körben mozgatta meg a szervezetet, divíziókon, régiókon, leányvállalatokon átívelően szinte minden terület önkéntes csapata segített.
A bank munkatársai nagyon aktívak voltak a támogatásban. Ők nem csak pénzadományokkal, hanem személyesen bekapcsolódva önkéntes csapatokat hoztak létre, és amikor a családok a szállodákból lakásokba kerültek ki, amit szintén a bankcsoport biztosított, akkor ott örökbefogadva egy-egy lakást, az ott élő családot személyesen is támogatták az ő itt tartózkodásukat. Az alapítvány most a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamarával ivóvizet juttat el a dél-ukrajnai térségbe, ahol június elején felrobbant a kahovkai víztározó, és több százezer ember maradt állandó ivóvízellátás nélkül. Emellett pedig mentőautók felszerelésében és eljuttatásában is együttműködnek. A háború kezdete óta 15 mentőautót sikerült eljutatni Ukrajnába, különböző egészségügyi intézményeknek. Ezek a mentőautók nagyon nagy segítséget jelentenek a jelenlegi háborús körülmények között. Míg a legújabb felszerelt mentőautó Odesszába kerül, addig az ivóvíz a Dnyepropetrovszk megyei Nyikopoli járásba, ahol 160 ezer ember ivóvízellátása került a gátkatasztrófa után közvetlen veszélybe. Az ásványvíz az több mint 25 ezer palack három kamionnal több ütemben érkezik ki, ugye beosztva majd a szükségletekhez igazodóan. És a legújabb projektünk, amiben ismét felkérést kaptunk, így a jól kialakult együttműködés kapcsán, hogy egy sürgősségi ellátási eszközökkel felszerelt mentőautót juttatunk el Odesszába, egy szanatórium részére. A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara kiterjedt ukrajnai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A háború kitörése óta pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy célba juttassák a magyar felajánlásokat, ezáltal segítve az ukrajnai bajba jutottakon. Az első kamionnyi ivóvízszállítmányt ezen a héten sikeresen le is szállítatták.